Az elkövetők egy szelektív hulladékgyűjtő sziget mellé helyezték a kommunális hulladékokat. A jelenség mind kül, mind belterületen még mindig visszatérő probléma. Hiszünk a szemléletformálás jelentőségében, és hiszünk abban, hogy ez a pozitív példa is megmutatja azt, hogy közös gondolkodással tudunk szemléletet változtatni, és ezeket a rossz berögződött szokásokat megváltoztatni. Ez mindenkinek fontos, a lakosságnak is és számunknak is, hogy gyermekeink számára megérőzzük a tiszta környezetet. És nagyon fontos, hogy a sajtó és az újságírók segítenek abban, hogy minél szélesebb körben elterjedjenek ezek a pozitív példák. Az illegális szemetelés 2021 óta szabadságvesztéssel is büntethető. Korábbi riportunkban látható volt a felvételen, hogy percekig pakolják a hulladékot válogatás nélkül a gyűjtőedények mellé egy furgonból. Még az sem zavarta őket, hogy járókelők mennek arra, és hogy látszik a rendszáma a gépjárműnek. A riport után szemetelők önként jelentkeztek az NHS munkatársainál, mint mondják, megbánták tettüket. A hírekből lejött az, hogy mi bűnösek vagyunk, pedig nem ennek szántuk. És ez csak élek meg beszélni. Tudom mondani, hogy ugye nem terveztünk bűncselekményt, vagy bármilyen rosszat tenni, és igazából mi a hírekben viszont láttuk magunkat, így úgy gondoltuk, hogy be kéne jönni, és ezt meg kéne beszélni normális keretek között. Az NHS teljes mértékben korrekten állt hozzánk. Először is szeretnénk mindenkit ettől elrettenteni, mert elég kellemetlen érzés az, hogy így viszont látni magunkat az interneten vagy a tévében. Mind a mellett, hogy nem szerettünk volna rosszat csinálni, még az embereket sem megbotránkoztatni velem. Tehát, hogy tanuljon más is ebből így a mi kárunkba. Az NHS munkatársai megjegyezték, a hulladékudvarokban ennek a hulladéknak egy részét ingyenesen és büntetlenül elhelyezhették volna a tettesek. A veszélyes hulladék elhelyezésében pedig kollégáik állnak rendelkezésre bárkinek. Az eset érdekessége, hogy azóta ugyanezen a személygyűjtő helyen újra történt illegális lerakás.